Sziasztok, üdvözlünk benneteket itt a 20 perc együttben, mint ahogy már jól megszokhattátok, minden csütörtök este újabb és újabb egyetemi bemutatkozó interjúval jövünk nektek, de a mai 20 perc ez nem lesz akármilyen, ugyanis Pallegi Patrik van itt velünk, a Torontói Egyetem egyik diákja. Nem tudom, hogy ti mennyit hallottatok már a Torontói Egyetemről, de én egy picit utána olvastam, és azért úgy hallottam, meg úgy olvastam, hogy ide nem olyan egyszerű bekerülni, nem juthat be akárki, akármilyen átlaggal, viszont Patriknek ez sikerült, és nagyon sok izgalmas dolgot elmesél nekünk, akár az osztályozásról, hogy a koli milyen különböző projekteket csinálnak, és hogy úgy teljes egészében milyen lehet a Torontói Egyetemen. Szia Patrik, köszi, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívásunkat. Hogy kerültél te ki Torontóba? Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A Kanada legjobb egyetemiről beszélünk, és egy érdekes történet volt nekem. Genfben van egy hatalmas nagy kutatóközpont, svájci-francia határon, egy fizikai kutatóközpont, CERN-nek hívják, és ott beszélgettem egy fizikussal, hogy milyen tanácsot adna nekem, hogyha én ezzel szeretnék foglalkozni. És azt mondta, hogy három tipje lenne, hogy milyen egyetemet nézzek meg. Nézzem meg Tokiót, Japánban, ott nagyon jó a részecske fizika, nézzem meg Torontót, Kanadában, mert ott nagyon jó a matek, ott által a Fields Institute, és nézzem meg Budapestet, mert néztem, hogy wow, én Budapestről jöttem, és akkor mondta, hogy ez nagyon jó, mert nagyon jó az adatfeldolgozás, és akkor ez a három egyetem ragyogott a szemeim előtt, és végül is Torontóból kaptam egy 58 millió forintos ösztöndíjat, amit én elfogadtam, és így vitt a sors a Torontó nagyvárosába. Bocsi, nem hallak? Bocsi, gratulálunk először is, hogy egy ekkora lehetőséget kaptál, és ahhoz, hogy ezt tényleg meg tudtad nyerni, ezt az ösztöndíjat. A fizikát egy érdekes tantárgyal párosítod, ami nem egészen hétköznapilag hozzáillenne. Melyik ez a tantárgy? Igen, én tudománytörténetet és tudományfilozófiát tanulok. Ez azt jelenti, hogy jó részt Karl Popperrel és Thomas Kuhnnal töltjük az időnket, és azt nézzük, hogy milyen elméleteik vannak, hogyan újítja magát meg ciklikusan a tudomány, illetve hogy milyennek a feladata. Én úgy gondoltam, hogy ez segít nekem itt a nagy útvesztő közepette jó tanácsokat találni. Nagyon jó, szuper. Hát akkor úgy látom, hogy nem csak arra jó ez a tudománytörténet, hogy te jobban megismerd azt, amit tanulsz, hanem magát az embernek saját életére is egy kicsit hatással van, tudja jobban megérteni azt, hogy mi történik körülötte. És hogy van ez nálatok, hogy két szakot kell tanulni, vagy hogy működik ez az észak-amerikai egyetemeken? Hogy van egy főtantárgyad és egy melléktantárgyad, azt hiszem, hogy nem így hívják angolul, de majd te beavatsz bennünket a részletekbe. Igen, szóval én alapjában éve fizikusként fogok diplomázni, sikerrel, remélhetőleg, és emellé választok még dolgokat. Úgy kell elképzelni, hogy az embernek van egy főtantárgya, ezt majornek hívják, és mellé választhat még vagy két ilyen kisebb által a szimpatikusnak vélt ismert terjesztő tantárgyakat, vagy egy ilyen nagyobb második fókusz, és akkor én kitaláltam, hogy a fizikát párosítom a tudománytörténelemmel és filozófiával, és ez a kettő egymást így jól kiegészíti nekem. Remélhetőleg minél tovább. Tök jó. Akkor ez mindenféleképpen nagyon nagy interdisziplinaritást igényel a te tanulmányod, ami azt jelenti, hogy a szó, hogyha esetleg nem ismernétek, hogy különböző tudományokba is az ember bele tud lesni, bele tud tanulni egy kicsit, és még így az előzetes felkészülésünk idején mesélted nekem, hogy egy nagyon érdekes projektet is végre hajtottatok, vagy véghez vittetek. Először meséld egy picit, hogy mennyire különböznek azok a tantárgyak, amiket tanulsz, és hogy mi volt ez az izgi projekt? Igen, szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy most egy nagyon érdekes projektet csináltunk, Ákos mindjárt megmutatja nekünk a képeket, a kollégiumban voltunk, és Rebecca Woods professzornak az óráján kitaláltuk, hogy mi szeretnénk megnézni ezt az időt, az antropocént, ami egy időintervallum, az emberek által befolyásolt világot jelöli, és abban milyen szerepe van a könyveknek. Meg akartam nézni, hogy egy könyv mekkora terjedelmű lehet, szóval Keo MacLear egy nagyon jó regényét megfogtuk, és laponként összeragazgattuk, és megnéztük, hogy ez milyen hosszú.
nagyon hosszú, és mindenki eldobta az agyát tőle, mert nem gondoltuk volna, hogy nem fog beférni a folyosóra, hanem nekünk föl kell menni a tetőre, és a tetőről kell majd prezentálnunk a professzornak, Rebecca Woodsnak, hogy mekkora is valójában egy könyvterjedelme. Aztán, fantasztikus, nagyon-nagyon izgalmas. Hangzik, és gondolom ezt nem egyedül csináltad, mármint, hogy azért ezt nehéz lett volna tartani, meg mindent tipelni egyedül. Milyenek a sulitársaid, milyen a társaság? Nem tudom, hogy te egyedül vagy külföldi ott a szakodon, vagy van esetleg más is, aki osztja ezt a külföldiként Torontóban lenni érzést. Mennyien vannak körülötted? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából négyen dolgoztunk ezen a könyv projekten, és ezt úgy kellett elképzelni, hogy négy jó barátom, Leonardo Mexikóból, Sam Crooker a Kanada másik részéről, és egy jó barátom Mike-nak hívjuk, ő Guangzhou városából, Kínából. Így a négyen összegyűltünk, és akkor így megcsináltuk ezt a projektet, és amúgy ez jellemző is az élményre. Toronto, mint város, városállománya az több mint fele bevándorlónak vallja magát, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan mennek oda. Filmkészítők, forgatókönyvírók, fizikusok, oktatók oda mennek, és a diák populáció is ezt reflektálja. Sok mosolygó ember sok helyről jön. Tök jó, szuper. És milyen volt neked a kezdet? Hogyan illeszkedtél be egy tök új országba? Oké, eldöntötted, hogy kimész, kirepültél, volt-e helyed, ahol laksz, ugye mondtad, hogy Koliba laksz, de hogy mégis a kezdeti nehézségek voltak egyáltalán, vagy ilyen simán ment minden? Simán sosem megy semmi, szóval ezt mindenkinek tudom mondani. Igazából az első fél évet direkt azzal a szemlélettel éltem, hogy minél többet próbáljak eltévedni, felfedezni, hogy merre vannak a kis utcák, nagy utcák, merre van a közért ilyenek, és viszont ez hatalmas élmény volt, Collegium Toronto belvárosában van, és nekünk ez egy ilyen hatalmas élmény volt, mert láttuk, hogy hol lépett fel először kültéren Shawn Mendes, meg láttuk, hogy Elton Johnnak hol volt az első ilyen pop-up shopja, szóval tök jó volt az egész élmény, és amiután az ember beleszokik abba, hogy jó, három utcával arrébb kell menni a ide-oda, akkor utána már könnyebbek a mindennapja, és ez mindenképp időt igényel, de utána meg nagyon rá tud hangolódni az ember. Tök jó, szuper. És a képzés kereteiről tudsz egy pár dolgot mondani, hogy mennyi idő, tehát hány éves ez a képzés, hogy tényleg milyen feltételek vannak, vizsgáztok-e, vagy szóbeli, vagy írásbeli, vagy projektmunkákra épül. Szóval, hogy mi azért tudjuk, hogy Magyarországon nagyjából hogy működik az egyetem, de hogy Torontóban, arról nem sok fogalmunk van. Igen. Hasonló az észak-amerikai struktúrához, azért mondom, hogy hasonló, mert azt jelenti, hogy ez 4 éves a képzés, hogy undergraduate képzésről beszélgetünk. A 4 év alatt az embernek 2 fél éve vannak bontva az évek, szóval az azt jelenti, hogy 8 órát tanul minden nap, igen, és 8 hónapot jár az egyetemre, és 4 hónap szünet van, és ezen kívül meg 2 vizsgánk van, egy a fél év végén, és egy a fél év közepén, és akkor ezt a finalsnek és midtermnek hívják. Tök jó, és az osztályozás hogy működik? Az osztályozás igazából egy nagyon érdekes dolog, ilyen görbe alapú osztályozásnak nevezném. Azért érdekes, ezt Ákos meg is mutatja nekünk, van egy ilyen, hogy a professzorok és az előadók tudják, hogy hogyan teljesítenek a diákok, még azelőtt, hogy kihirdetnék, hogy ki milyen osztályzatot kap. És ez abban segít nekik, hogyha jól teljesít mindenki, akkor illeszik a görbét arra, hogy az a kicsi eltérések is jelentkezzenek a jegyekbe, illetve hogyha rosszul teljesítenek az emberek, akkor segítsenek nekik, és akkor illeszék oda a görbét, hogy jobb jegyeik legyenek esetlegesen a diákoknak. Ja. Aha, tehát akkor, hogyha nagyon sokan vannak így a görbének a
bal oldalán, nem is tudom, hogy mutassam a bal oldalán, akkor az azt jelenti, hogy nehéz volt a vizsga, és sok embernek sikerült rosszul. Ha sokan vannak a teteje felé, vagy a jobb oldala felé, akkor az meg azt jelenti, hogy könnyű volt, és sokan teljesítettek jól. És oké, hogyha rosszul teljesítenek az emberek, akkor egy kicsit segítenek, és mi van, hogyha mindenki tök jól teljesít, ha mindenki tök ügyes volt? Hát akkor meg igazából professzor függő. Van, aki szereti belátni azt, hogy ebben az osztályban mindenki csodálatos, van, aki meg szeretni jobban elosztani a jegyeket, és akkor kicsit átvariálják. Ja. Aha, tök jó, ez izgis. És hogy működik nálatok az, hogy könyvek, meg anyagok, meg ilyesmi, hogy tényleg könyvekből tanultok, vagy ilyen futurisztikusan már csak neten kaptok meg mindent, meg ilyesmi? Na, hologramokból tanulunk többnyire. igen, többnyire amúgy nagyon-nagyon szeretik a diákok használni a könyvtárakat. Az egyetemen, hogyha jól tudom, több mint 28 könyvtár van, szóval nincs olyan, hogy egy ilyen 5 perces mozzás körzetben állnak könyvtár. És azt nem úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen kávézó, és akkor bemennek az emberek, hanem valós könyveket olvasnak valós emberek. És szeretik, de ezzel emellé szerencsére van online felület is, és az online felületen ki lehet kölcsönözni online és digitális formában is azokat a könyveket, amiket felírnak nekünk, vagy meg lehet őket online is vásárolni. Szóval nagy segítség, hogy igazából ez a mindkét lehetőség rendelkezésre áll. Tök jó, akkor mindenki, ahogy szeretné tulajdonképpen. És bocsi, hogy ezt csak most kérdezem meg, de úgy gondoltam, hogy fontos tisztázni, hogy ti angolul tanultak egyébként, vagy milyen nyelven folyik az oktatás? Uh-huh. Kanadában két hivatalos nyelv van, angol és francia, és Ontario-nak a provinciája, az egyik legnépesebb kanadai provincia, és ott a populáris nyelv az angol, és Torontóban is a populáris nyelv az angol, viszont nagyon sok helyen ki van írva franciául is, például a metrón, vagy egyes közértekben, hogy mit, hogyan illik tenni, vinni, és van lehetőség különböző tantárgyakat hallgatni, különböző idegen nyelveken, szóval lehet japánul, franciául, kínaiul, arabul, hiberül tanulni, de az alaptantárgyakat azt angol nyelven oktatják. Aha, szuper, és te mielőtt kimentél, te ugye, ha jól számolom, akkor 18 éves voltál, amikor kimentél, igaz? Mhm, olyasmi. Aha, és akkor már tudtál angolul, vagy mennyire ment neked? Mennyire voltál magabiztos az angollal? Szerencsére én szerencsésnek mondhatom magamat, úgy gondolom, hogy akkor már jól tudtam angolul. Az annak következtében állt elő, hogy jó iskolákba jártam, jó tanáraim voltak, ők tudják, hogy kik ők, és nagyon jó lehetőségek vannak Európában különböző kultúrákat megismerni, egy 3-4 órás autós baráti vándorlás után már egy másik országban vagyunk, és akkor a közös nyelv az angol. Nem minden kontinensen magától értetődő, szóval úgy gondolom, hogy előnnyel indulunk, és nekem is megadhatott ez az előny, szóval. Ja. Jó, igen, hát Európában, hogyha szeretnénk külföldi barátokat szerezni, meg külföldi barátokkal egyáltalán találkozni, akkor nyilván sokkal könnyebb, meg talán egy repülőjegy is sokkal elérhetőbb, mint másik kontinensen akár, úgyhogy szuper, tök jó. És még annyit árulja nekünk, hogy nagyjából az élet így anyagilag hogyan viszonyítható a magyarhoz, tehát hogy te fizetsz az egyetemért, ugye ezt mondtad, hogy kaptál ösztöndíjat, de hogyha mondjuk valaki nem kap ilyen ösztöndíjat, akkor kb. Milyenek az anyagi vonzatai, mennyire az élet Magyarországhoz képest, mert azért ez egy fontos dolog, amikor elindulunk itthonról, hogy tudjuk, hogy mi fog várni ránk odakint. Uh-huh. Alapjába véve szerintem érdemes érdemes úgy gondolkodni, hogy milyen viszonylatban gondolkodunk, és a referencia az többnyire New York szokott lenni, szóval a Toronto az szeret versenyezni New York-kal, mind a kettő hatalmas város, és mind a kettő végtelenül sok embert szeretne magához vonzani, és minél több ember szeretne oda menni, ezért így az árak szeretnek egyre jobban felkúszni. A diákok ezt megoldják, úgy oldják meg, hogy barátkoznak egymással, és összeköltöznek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen körülbelül 6-8 barátom is így kitalálta, hogy egy ilyen jó kis házat kibérelnek együtt. Nem egy nagy ház, de így 6-8-an, hogyha már benne vagytok, akkor az ilyen
jól eloszló költség, és akkor elhívtuk azt a sok barátot egy ilyen ünneplésre, és akkor kitaláltuk, hogy ez az őrültség háza lesz, és akkor onnantól kezdve oda jártunk, szóval meg kell osztani a költségeket, barátokat kell szerezni, és akkor semmi nem nehéz. Aha. És még nagy vonalakban, csak tényleg pár szóval, hogy ezt az ösztöndíjat, amit te megnyertél, erre hogyan lehet pályázni, hogyha valaki hasonlóan szeretné finanszírozni tanulmányait? Érdemes utána nézni az interneten, ezt egy Lester B. Pearson Scholarship-nak hívják, ez a Kanadának az Nobel-díjas miniszterelnökéről lett elnevezve, Lester B. Pearsonről, ő egy béke Nobel-díjat kapott, és az ő nevéhez köthető is a Kanadának a juharleveles zászlója, mint úgy a zászló. Szóval azt nézzétek meg, hogyha érdekel. Oké, tehát akkor gondolom minden honlapon fent van, és akkor meg lehet pályázni. Még egy dolgot mondjál a végére nekünk, hogy ki az, akinek ajánlanád azt, hogy egy az egybe külföldön, de speciálisan Torontóba szeretne tanulni. Ki az az ember, akinek ezt ajánlanád? Milyen attitűdök kellenek hozzá esetleg? Hát, nyitottság az nagyon jó dolog, hogyha az ember begyébe, vagy nem tudom, rekeszébe ott van. Nyitottság, meg mondjuk jó humor. Ezen kívül amúgy meg hatalmas elkötelezettség az iránt, hogy az ember elhivatottnak érezze magát annak, amiért szeretne tenni, amiért szeretne dolgozni, és akikkel szeretne jobb és jobb dolgot elérni. Tök jó, szuper. És van esetleg egy így a végére, mert nagyon gyorsan elszaladt az időnk, van a végére esetleg egy takeaway üzeneted a kedves nézőinknek, valami jó tanács, amivel az útjukra engeded őket? Ja, persze. Mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy igazából tényleg a barátok azok nagyon sokat tudnak hozzátenni a mindennapokhoz, és az évekhez, és az évtizedekhez. Szóval úgy gondolkodjon az ember, hogy előttünk a sok kaland. És nem az egyetem teszi fogja tenni majd így a mindennapokat annyira nagyon mássá vagy jobbá. Szóval mindenhol meg lehet tanulni a jó dolgokat, és mindenhol meg lehet találni a jó barátokat, és ez a legjobb benne. Szuper, szuper. Patrik, figyelj, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és további sok sikert a tanulmányaidhoz. Köszönjük, hogy megosztottad ezt a sok-sok hasznos infót, és reméljük, hogy akkor nem sokára te is már a fizikusként, a Torontói Egyetemen végzett fizikusként üdvözölheted magad. Köszi szépen, és szép estét neked. Ja, aztán nektek is minden jót, és vigyázzatok!